az Öböl Televízió híradója következik. Köszöntöm Önöket! Nézzük főbb híreinket először, egy-egy mondatban. 100 éves a SZIV kórház. Az emberi erőforrások minisztere is méltatta az intézmény. Virágos Veszprém megye. Alsőrs és Csopak is első helyezést érdemelt. Garda. Több ezres tömeg volt kíváncsi a Tihanyi Fesztiválra. 100 éve alapították a Balatonfüredi Állami Szívkórház jogelődjét, az Erzsébet szanatóriumot. A jeles évforduló alkalmából ünnepséget szerveztek, amin az emberi erőforrások minisztere is köszöntőt mondott. Balogh Zoltán az intézményt a Magyar Szívgyógyászat csúcscentrumának nevezte. A helyi hagyományőrzők fellépésével kezdődött az Állami Szívkórház centenáriumi ünnepsége. Az esemény főszónoka Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere volt. A szaktárca vezetője úgy fogalmazott, ez a kórház abban erősít meg minket, hogy érdemes a múltunkból mindent, ami érték, megőrizni, továbbvinni. Megemlékezett arról is, hogy 1926. novemberében a Nobel-díjas indiai költő Tagore Balatonfüreden keresett gyógyulást. Szólt arról is, hogy az intézmény országos szinten is jelentős feladatokat lát el. Ma már olyan országos intézmény a Balatonfüredi Állami Szívkórház, hogy több mint a 30%-át lefedi az országos ellátásnak, és ugyanakkor a Semmelweis Egyetemnek az oktató kórháza. Tehát itt egyszerre folyik gyógyítás és oktatás a legmagasabb szinten, úgyhogy azt mondhatnánk, hogy Magyarországnak a csúcs szívintézménye itt ebben a városban a szívkórház, megfelel annak a dicső múltnak, amiről itt sokat hallottunk, és bízom benne, hogy a jövő is legalább ilyen dicső lesz. Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára köszöntőjében azt mondta, a szívkórház nem csak Balatonfüred égköve, hanem az országé is, igazi hungarikum. Dr. Bóka István Balatonfüred polgármestere szerint a város identitásának jelentős részét köszönheti a szívkórháznak. Az intézmény főigazgatója feladataikról és jövőbeli terveikről tartott előadást. A szívkórháznak a fő feladata most a kardiológiai rehabilitáció, 393 ágyon országos feladatként végezzük, ezt szeretnénk folytatni, mert erre igen nagy szükség van, nagyon sok szívbeteg van Magyarországon. Ezen kívül az aktív kardiológiai ellátásban is, mint az előadásomból kiderült, aktívan részt veszünk. Ezen kívül fontos lenne a gyógyturizmusnak is a beindítása, de ez anélkül nem lehetséges, mert a főépületünk, a szívkórház főépülete, amit ma ünnepeltünk, hogy 100 éves, ez egy nagy rekonstrukcióra szorul. A Balatonfüredi Állami Szívkórház története a 18. századra nyúlik vissza, mivel már az 1716-os Tihanyi apátsági birtok összeíráskor feljegyezték, hogy Füreden savanyú vizek vannak, amelyekhez fürdőházat építettek. A jelenleg felújítás alatt álló épület végleges formáját 1913-ban nyerte el, 1949-ben állami kezelésbe került, 1970 óta végzi az országos és regionális ellátás keretében a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációs kezelését. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az épülő Balatonalmádi rendőrkapitányság épülete előtt jelentette be. A kormányzat vállalásának megfelelően az elmúlt 3,5 évben 3500-zal növelték a rendőrségi állományt. Dr. Kontrát Károly szerint az állampolgárok nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mint korábban. Balatonalmádiban kormányzati forrásból 595 millió forintos beruházással új rendőrkapitányság épül, amelyre azért volt szükség, mert a 73 helyi rendőr több épületben korszerűtlen körülmények között látta el munkáját. Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára szerint az új létesítménnyel a térségben 30 ezer lakos biztonságérzete növekedhet meg. A politikus szólt arról is, hogy országos szinten nőtt az egyenruhások száma. 2010-ben azt mondtuk a kormányprogramban, hogy Magyarországon akkor lesz rend, hogyha több rendőr lesz, ezért 3500 fővel növelni kell a rendőrség létszámát. Jelenthetem, hogy
3500 új rendőrrel növeltük a rendőrség létszámát ebben az elmúlt 3,5 évben. Ezen belül létrehoztunk 1543 új körzeti megbízotti egységet, amelyben 3377 rendőr teljesít szolgálatot. A készjeléti rendőrség 4200 fős létszáma Magyarország valamennyi megyéjében, de kiemelten Észak-Kelet-Magyarországon, például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Hajdú-Bihar megyében, Heves megyében és Szabolcs-Szatmár megyében, valamint Budapesten kiemelt erőkkel teljesít szolgálatot. Ennek köszönhetően azt mondhatjuk, hogy Magyarország minden településen biztosította mindennapi rendőr jelenlét. Az államtitkár hozzátette, az év végéig 600-zal nő a határrendészek száma is, valamint hogy az Almádi mellett Hajdunánáson is új kapitányság épül, mindkét objektum jövő tavaszra lesz kész. Tapolcán adták át a tiszta és virágos Veszprém megyéért díjakat. A megyei önkormányzat által 12. alkalommal meghirdetett versengésben az 1000 és 3000 fő közötti települések kategóriájában Alsőrs és Csopak holtversenyben érdemelték ki az első helyezést. A városok között Tapolca diadalmaskodott, Balatonfüred pedig külön díjat érdemelt ki. Az ünnepség előtt a résztvevők rövid sétát tettek Tapolca belvárosában. Megtekintették a megújított épületeket, a Malom-tó környékét és Császár László polgármester vezetésével a közelmúltban elkészült sétányt. A ceremóniára Tamási Áró művelődési központban került sor, itt a város művészeti csoportjai közül bemutatkozott a Csobánc népdalkör és a Kinizsi néptánc együttes. Köszöntőt a házigazda város polgármestere mondott, Császár László kiemelte, két év alatt álmos háttértelepülésből turisztikai célállomás lett Tapolca, köszönhetően a felújítási programoknak. Az elmúlt években egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően megvalósult a belváros értékmegőrző rehabilitációja. Közel 1 milliárd forintot költhettünk el a Tamási Áron Művelődési Központ, a Vasarbert Könyvtár, a belvárosi irodaház korszerűsítésére, modernizációjára, a belvárosi kis udvarok, átjárok újrafogalmazására és a tópart megújítására. Új közösségi tér alakult ki a köztársaság téren, és a konzorciális partnereinknek köszönhetően megújult egy nagy vevőkörrel rendelkező üzlet és a legendás Tópresszó épülete is. Hatalmas, ingyenes parkolót építettünk a déli elkerülő út mentén, ahonnan a déli Városkapu parkon át csodálatos sétány vezet a város szívébe. A versenyt Lasztovica Jenő a megyei közgyűlés elnöke értékelte. Véleménye szerint ebben az esetben is igaz, hogy már a részvétellel nyertek a települések. Én azt gondolom, hogy aki elindult ezen a vetélkedésen, mindenki nyertese ennek a versenynek, hiszen én azt hiszem, hogy minden település megpróbálta erejéhez méltan a lehető legszebbet nyújtani, a lehető legtöbb energiát fektetni abba, hogy településük arculata, településkép még színesebb és minél szebb legyen. Hiszen nem csak önmagunkért tesszük ezt a településeken, hogy minél szebbé próbáljuk varázsolni a közterületeket, hanem azért azokért a kirándulókért, vendégekért is, turistákért is, akik oda jönnek hozzánk. Hiszen nagyon fontos dolog az, hogy mi milyen környezetben élünk, hogy élezzük magunkat itthon, és én azt gondolom, hogy mindenki szívesen megy oda, ahol nyugalomban, szép környezetben találja magát. A beszédet követően a megyei önkormányzat vezetője adta át a résztvevő településeknek az emléklapokat és a kategóriák első három helyezettjeinek az elismeréseket. Az 1000 és 3000 fő közötti településeknél Alsóörs és Csopak holtversenyben lettek elsők. Tapolca diadalmaskodott a városok között, Balatonfüred pedig külön díjat kapott.
A ceremónia végén Polgárd Imre, a közgyűlés alelnöke mondott pohárköszöntőt. A megyei önkormányzat 12 éve hirdeti meg a versenyt, idén a tavainál jóval többen indultak, 65 település 5 kategóriában vetélkedett. 12. alkalommal rendezte meg Tihany önkormányzata a Garda Fesztivált. A szombat délelőtt kifogott halakat, valamint az új bort a Bencés apátság perjele áldotta meg. A fogást ezt követően a Vízhangdombon szőlővenyigék parazsánál sütötték meg. A füredi fúvósok felvezetésével felvonulás hozta az apátság elé a délelőtt kifogott gardákat. A tópart sűrű ködbe burkolózott, a templomnál azonban már napsütés várta a fesztiválra érkező sok ezer fős tömeget. A látott halakat idős helyi halászok az ország közel 40 borrendjének kíséretében vitték az apátsági templomba. Itt dr. Korzenszky Rihárd perjel szentelte fel a fogást és az új bort. A zsúfolásig megtelt kegyhelyen az atya utalva a borlovagok színes díszruháira arról beszélt, vállaljuk büszkén különbözőségeinket, és azt, hogy mindezek ellenére összetartozunk. Ezek a díszruhák, és általában az egyenruhák, és az enyém is, ez az egyszínű fekete, megvallása annak, hogy valahová tartozom. Színvallás. Ez a mai nap erre bátorítson mindannyiunkat. Merjük vállalni önmagunkat, és merjük vállalni azt, hogy hová tartozunk. Mi, akik itt a magyarságnak ezen a szent helyén ma összegyűltünk, merjük vállalni azt, hogy magyarok vagyunk. Még akkor is a különböző színűek. Az ünnepséget követően a menet a halakat a Vízhangdombra vitte. Itt a hagyományoknak megfelelően szőlővesszőkből raktak mágját, és amíg a parazsat várták, előkészültek a sütéshez. Először is a halat meg kell fogni, meg kell pucolni, le kell tisztítani, beírdalni, egy udarra legalább 74-72-t vágni, azért kell, mert elég szálkás hal a garda, és a szálkákat összevágja az ember. A nyár... Malkó, figyelj ide, ne oda! Utána szépen venyigén kell sütni, az a legjobb a szőlővenyige, mert nagyon jó parazsa van, és nagyon nagy hőfokkal, és sokáig tartja. És akkor utána megsózni, megpaprikázni, semmi más, csak só és paprika. Bocsánat. És mikor leégett a tűz, a parázson megsütni. A fesztivál évek óta a község legnagyobb szezon hosszabbító rendezvénye, a szervezők minden évben nagy gonddal készítik elő. Tulajdonképpen elmondható az, hogy Tihanynak ez a legnagyobb rendezvénye, és nem csak Tihanynak most már, hanem a Balatonfelvidéknek az egyik legnagyobb szezon meghosszabbító vagy szezonzáró rendezvénye lett a 12. Garda Fesztivál már. Mekkora feladat megszervezni egy ekkora fesztivált? Rengeteg ember van itt. Rengeteg ember van, és elég nehéz mozdítani, hiszen most már úgy gondolom, hogy nem csak hogy a terület kicsi hozzá, hanem már a falul is lassan, hiszen több ezren vagyunk most pillanatnyilag itt a Vízhangdombon. Nagyon nagy feladat, hiszen ezeknek az embereknek nem csak a szórakozásáról, hanem a biztonságáról is gondoskodni kell. Természetesen megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy senkinek itt ne történjen baja, és jól is érezze magát. A több ezres tömegből sok százan voltak kíváncsiak arra, hogyan is sütik meg a venyigék parazsa mellett vesszőkre szúrt gardákat. Sokan érkeztek a Balaton környékéről, de voltak, akik távolabbról jöttek. Egyházas hegyéről jöttünk, Vas megyéből. Hallottuk, hogy Garda Fesztivál van a hétvégén, és ezért ide látogattunk. Voltatok már ilyen fesztiválon? Nem, ez az első. És hogy tetszik? Nagyon jó, érdekes. Nem láttunk még ilyet, nem is gondoltuk, hogy így fogják sütni a halakat, teljesen máshogy képzeltük el, úgyhogy nagyon érdekes. A háromnapos rendezvény keretében kirakodóvásár, kiállítás és színpadi fellépések is várták a félszigetre érkezőket. Vasútmodell kiállítás nyílt a Veszprémi vasútállomás szociális épületében. Mintegy 100 méternyi terepasztalt épített fel a Baross Gábor vasútmodellező és vasútbarát klub. Több megyebeli állomás kicsinyített mását is felfedezhették a látogatók.
22. alkalommal rendezett kiállítást a Veszprémi Baross Gábor vasútmodellező klub a gyerekek és az apukák legnagyobb örömére. Az állomás közelében lévő épület három helyiségét töltötték ki szinte teljesen azok a H0-as és TT méret arányú terepasztalok, amiket a tagok állítottak össze. A komoly kutató munkával feltérképezett és lemodellezett pályaszakaszok, épületek mind az elhivatott tagok kezemunkáját dicsérik, ugyanis a nyugati modellezőkkel ellentétben nem félkészen boltokban vásárolták azokat, hanem saját kezűleg készítik. Több valós állomás, megállóhely, majdnem teljesen pontos másolata is felkerült az asztalokra. Ez a terepasztal a Eurotrack Nemzetközi Vasútmodellező Szövetségnek a szabványa szerint épült, ami egy kétvágányú pályát jelenít meg, és arra építettünk rá egy füttőházi részletet. Erre füttőházi részletre magyar épületeknek a mintáit vettük alapul. Maga a gőzmozdony és körfüttőház, az a kisterenyei füttőház mintájára épült. Egy kis torzítása, hát természetesen modellezőben mindig van egy kis csalás. Maga a dízel csarnok az a tapolcai füttőházban található meg, az mai napig is létezik, sajnos kisterenyét már lebontották, és az irodaépület az meg Zircen található, meg a pályafenntartási irodaépület, annak a rajzai alapján készült ez az épület. Maga a többi részlet az fantázia, megpróbáltunk egy olyan terepasztalt összeállítani, amin maga a kezelőnek, illetve a látogatóknak is egy érdekes látnivalót mond, és lefoglalja az embernek a tekintetét, maga a többfajta üzem, tehát itt vannak átmenő közlekedő vonatok, és az mellett még a füttőházon belüli rendezéseket, mozgásokat, mindent lehet bemutatni a látogatóknak. Emeljen ki belőle egy érdekes részletet, tudom, hogy nagyon sok minden van, de mi talán a legkülönlegesebb itt ezen a részleten? Hát itt az a részleten az a legkülönlegesebb, hogy talán három olyan dolog van, ami gyári, ez a két torony, meg az a kettő torony, az összes többi, ami itt található épület, meg kiegészítő, az mind kézi készítésű. Tehát gondolok itt a lámpaoszlopokra, az épületekre, az mind kézi készítésű. Tehát azokat kereskedelmi forgalomra nem lehet megvásárolni, tehát magunknak kellett megépíteni. A kiváló részletgazdagsággal kidolgozott asztalok mintegy 100 méternyi simpályája mellett számos poént is elrejtettek. Így a figyelmes látogatók észrevehettek egy részletet az Indula bakterházból, amit Hauman Péter is jóvá hagyott, de találhattak bungee jumpingozó nyugdíjasokat, verekedőket vagy iszogató kocsmalátogatókat. A klubot 90-ben alapították, elsősorban magyar vasútmodellekkel foglalkoznak, és 10 év várakozás után felvételt nyertek Európa legnevesebb vasútmodell szövetségébe is. Klubunk 1990-ben alakult, és azóta Magyarországon is, illetve nemzetközi szinten is nagyon sok sikert értünk el. Legbüszkébbek talán arra lehetnénk, hogy 20 éves születésnapunkra megkaptuk Veszprém Városnak Procivitate díjat. 2005-ben a Eurotrack nevezeti szervezetnek hivatalos tagjai lettünk, 10 éves várakozás után, és azelőtt is és azóta is rendszeresen járunk nemzetközi kiállításokra. A modellezők mind a mellett, hogy folyamatosan csinosítják a terepasztalt, már készülnek a szokásos füredi kiállításra, és a 2015-ben szintén Füreden megtartandó európai vasútmodellsereg szemlére. Most pedig fontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. 100 éves a Szívkórház. Az emberi erőforrások minisztere is méltatta az intézmény. Virágos Veszprém megye. Alsőrs és Csopak is első helyezést érdemelt. Garda. Több ezres tömeg volt kíváncsi a Tihanyi Fesztiválra. Híradónk után többek között a Vörösberényi Erőtemplom orgonájáért megrendezendő jótékonysági koncertről, a gyerkőcprogram elmúlt 25 évéről, valamint az első almádi blues ünnepről lesz szó. Látogassák meg állandóan frissülő weboldalunkat, itt a korábbi híradóinkat is megnézhetik. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!